Na hát akkor ugorjunk neki ennek a videónak is! Halis, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és hát a szituáció gondolom, hogy már kezd megszokottá válni, mivel hogy hát igen, lassan évente évente cserélem a, a motorokat, meg van amikor évente kétszer, de teljesen mindegy. Lényeg ami lényeg, hogy most így ebben a videóban búcsút veszünk a, az sv és nem megijedni, tehát elég sokan úgy néz ki, hogy az új motor vásárlók rámértok, hogy milyen motorokat ajánlok, stb. Na jó, ennek, ennek, azért már kezd valami alapja lenni, mivel hogy van egy pár gép, amit kipróbáltam, de abszolút még nem vagyok ott abban a kategóriában, hogy annyira sok, sok motorom lett volna, mint például egy, egy szaki, aki, aki bérli a motorokat direkt tesztelésre. Tehát, ja, valamit azért hozzá tudok köpni a dolgokhoz, de még egyszer mondom, összehasonlítani a kettőt nem lehetne. Na jó, az is egy másik kérdés, hogyha valaki kibérel egy motort, és legurul vele, nem tudom én, 100-200 kilométert, és elmondja a véleményét, vagy pedig az, hogy hosszú távon, már mi az a hosszú táv, ugyebár, tehát egy, egy évig uh, használni egy motort, és úgy uh, leköpni egy véleményt róla. Nos, hogy miért is adom el, ha az előző motovlogban ugye kifejtettem már, azt hiszem. Tehát a ja, kéne egy kis-kis szélterelő, főleg itt a lábrésznél, stb. Aztán úgy önmagában az ülés pozíció, ahogy, ahogy ülök rajta, megemeltem ugye bár a kormányt, és így eléggé egyenesben voltam rajta, minden oké okay volt, de Hát igen, azért a, 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 szél csak úgy előről is, meg a lábamnál is, az, az, nem valami jó bejátszás. És ezen felül csak szeretnék egy új motoron ülni, valószínű. Az is, szerintem ez is hozzájátszik. Nem tudom, ez csak így egy jó érzés, amikor vesz az ember egy új motort. Nem? De. Na, tehát aki, aki esvét szeretne venni esetleg, én ezt a motort rohadtul tudom ajánlani. Egyetlen egyszer nem volt vele semmi bajom, hogy ott hagyott volna, vagy szarba hagyott volna, vagy ne indult volna be, vagy, vagy szerelőhöz kellett volna vinni. Semmi. Tehát úgy, ahogy van, amikor megvettem a motort, na jó, az oké, okay, hogy az ülés az retkesen kényelmetlen. Tehát, hogyha valaki ezt, ezt a motort bevásárolja, akkor azzal azért számolni kell, de ezt már elmondtam, nem egy videóban. Ezért készítettem én rá ugye az ülést, arról is van külön videó fent, egy-kettő, tehát, de ezen felül nagyon-nagyon tudom ajánlani. Erőben is úgy annyi, hogy pont elég, oda ránt, hogyha kell, nem nem fog ágaskodni neked, de ha akarod, akkor igen, persze. De ja, csak egy, egy nagyon jó, megbízható, kanyarokat, úgy, úgy, úgy élvezi a kanyarokat, hogy hát nem sok ilyen motor van, csak jó. Egy jóságos. De ennek ellenére a jóságtól most meg fogok válni, és ezúttal sajnos általában az szokott lenni, hogy elég jól jövök ki a motorokból, így amikor eladom őket. Most viszont úgy néz ki, hogy rohadtul nincs nagy szerencsém, mert valami olyan nevetséges összeget fognak érte adni, hogy azon gondolkoztam, hogy inkább megtartom akkor ezt is, és az új motort is, de hát kettővel meg mit csináljak, ezzel tudnék itt veretni a üzén a szántóföldön, vagy én nem tudom, de ja, csak az, hogy kettőre fizetni a biztosítás, stb. 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 Úgyhogy így is úgy is eladom, de ja, na jó, hát van amikor, van amikor jól jönnek össze a dolgok, van amikor meg nem. Tehát ugye a számításaim, na jó, Annyira azért rohadtul nem drága a motor, úgyhogy így alapjáraton onnan ki, kiindulva, mm, oké, okay, használt, tehát onnan már, már lecsúszik, ugye, de, ja, én elég jó, felszoktam azért pumpálni az árát, úgyhogy úgy, még úgy a használt motoroknál is azt mondja az ember, hogy Hó, nem, 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 nem rossz, amikor eladom őket, de ennél viszont nem sikerült nagyjából a, a fele árában tudom eladni, mint amennyiért vettem. Annak ellenére, hogy 8400 km raktam bele, tehát nem sok. De mindegy, ez van. És az új motort azt már megvettem, és akkor gondoltam, hogy játszunk egy kicsit, feladok nektek négy különböző variációt, és találjátok ki, hogy melyik az. Na most általában, amikor így felszoktam tenni valami kérdést nektek, és válaszoltok, akkor nagyon-nagyon nehéz összehasonlítani, úgyhogy ezúttal kérlek, hogy ne leírjátok a véleményeteket, hanem majd a, a videó komment szekciójában leírom én négy különböző kommentben egy-egy motornak a nevét, és amelyikre tippeltek, oda tegyetek egy lájkot, like és akkor onnan mindenki tudja ellenőrizni, hogy ki mire tippelt nagyjából. Vágjuk! Tehát ne össze-vissza a komment szekcióba, hogy ez lesz az, vagy a kettes, vagy a hármas, hanem majd én leírom a variációkat, és csak oda lájkoljatok. Like Na, akkor ennyit erről, búcsúzunk tőle, és, és, és uh... Hát igen, én, én úgy búcsúzom az összes motortól, hogy, hogy igazándiból megköszönöm azt, hogy, hogy hogy vigyázott rám. Vigyáztunk egymásra, én is kiemeltem, tehát a következő tulajdonos tuti biztos, hogy rohadtul fog neki örülni, mert nemrég cseréltem egyébként az olajat is benne. Mindig a legjobb minőségű olajat rakom a motorokba, stb. Itt vannak ugye kis extrák, a, a, a karók amit rádobtam, plusz rajta hagyom a USB, a töltőt, a telefontartót azt nem tudom, hogy levegyem, vagy rajta hagyom, rajta hagyom, vegyek egy újat az új motorra, szerintem úgy, úgy passzol, hogy az ember új cuccokat rak, rak rá, vagy én nem tudom. Az ülést is odaadom hozzá, és pluszba az eredeti ülést is odaadom hozzá. Tehát ha esetleg egy ilyen magasabb ember keveszi meg, mint én, akkor rohadtul fog neki örülni. A dobozt azt nem adom hozzá, mert az elég drága volt, ez 30 ezer ilyen volt a doboz. Nem csó. Úgyhogy azt leveszem. De a többi cucc, ezek meg nem passzolnának rá, tehát a fékkar, kuplunkar nem passzolnának hozzá az új motorra, úgyhogy ja, az meg maradjon rajta. Na, és akkor nézzük a variációkat, hogy szerintetek melyik lesz az új motorja. Annyit hozzáteszek, hogy már megvan, már kifizettem. Vadi új, nulla na? Tutto Primazzo, vagy valami ilyesmi, és akkor adok nektek né négy variációt. Ugye bár az Instagramra felraktam egy képet a Triumpról, hogy el elmentem megnézni, tehát eh, volt egy pár variáció, amiket elmentem megnézni. Na, akkor legyen elsőnek, ugye, mivel hogy ezt fel is raktam a az Instagramra, a Triumph 900-as, ugye, és a GT utcai változat. Nem ralizunk de lehet, hogy realizunk, fene se tudja. Tehát legyen ez az egyes, legyen a kettes a, a Honda-nak, azt nagyon-nagyon sokan ajánlottátok ti is egyébként, hogy a Honda Africa Twin, és én meg tudom, hogy a Honda, eh, hogy is mondjam, a motorok, tehát önmagában a Honda, annak ellenére, hogy a, a majom ugye az nekem szarakodott, de nem a motorja, a motorja az, az nagyon jó volt a blokk, hanem csak a kereke ugye meg volt hűlve, de ennek ellenére ezt mindenki tudja, hogy a, a Honda-val az ember nem nyúlhat mellé, tehát nagyon hosszú ideig, és bírják a strapát, stb. Tehát legyen ez a kettes, hogyha valaki arra tippel esetleg. Aztán legyen harmadiknak a BMW-nek az F800-asa, azt is elmentem ugye bár megnézni. csúnya de jó volt, meg minden. És ötödiknek meg legyen a Yamaha-nak a Tracer 900-as. Azt is rengetegen ajánlottátok. Egyébként ezt a, ezt a négyet nagyon-nagyon sokan ajánlottátok. Aztán még ez, e felett ugye a V-Storm-ot is ajánlottátok, a Suzuki-nak stb. De... Ja, az, az meg csak úgy kinézetre nem tetszik. Tehát ez a négy, ez nekem igazándiból tetszik kinézetre is. Mind a négy kényelmes egyébként. Mind a négy egy olyan motor, ami ami, ami elképzelhető volt, hogy megvegyem, de mégis ez a négy közül az egyiket vettem meg, csak úgy összhangra, úgy, úgy kinézetre, kényelemre, amire én használom, stb. Csak úgy, úgy az, az, amit én választottam, az felelt meg nekem. Na, hát akkor ennyi lenne ez a videó, búcsúzzunk el tőle, köszönöm, hogy életben tartattál, Sanya! és a következő videó meg egyelőre még várok a motorra. Azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy el, előre láthatólag, hogy 9 ig már megvan egyébként, kifizettem, az enyém. A rendszám is, azt hiszem, hogy ma megjött, Elküldtem a papírokat, aztán ők is intézik a papírokat, stb. És 9-én megyek felvenni a motort. Aztán ugye egyből ugye haza fogok vele jönni, beállítom a kormányt, ahogy, úgy, ahogy nekem tetszen, ugye fék, karok, stb., tehát a láb, lábfék, aztán a, a váltót is ugye magához igazítja az ember, stb., és akkor utána jönnek majd az aprólékos dolgok menet közben, ugye megint az ülés. Az ülés egyébként, megmondom, ez a négy, négy variációk közül egyik sem volt olyan egyedül, Csodálatos módon a Suzuki volt az, de az meg nem tetszik kinézetre, tehát azért nem vettem meg azt, meg nagyon-nagyon lágyak a, a lengéscsillapítók, stb. De a Suzuki volt az a, a V-Storm, amire ráültem, és azt mondtam, hogy aha. És abból szerintem hozzá se kéne se nyúlnom a, a, az üléshez, semmihez. Csak ja, egy motor azért, azért nem is tudom. Ja, Oké, okay, vágom, hogy nem minden a külső, de ha, ha egyszerűen nem tetszik. És nem azt mondom, hogy ez egy motor vagy egy undorító, vagy akármi, senkit nem szeretnék megsérteni, ez csak egyszerűen ízlések és pofonok. Valakinek meg ez nem tetszik, valakinek a... Pólóm nem tetszik, nekem meg igen, valakinek az órám nem tetszik, nekem meg igen, másnak meg talán, meg vágjátok, tehát csak ne nekem egyszerűen nem tetszik, És de retkesen kényelmes volt. Ja, valaki mondta, hogy ne használjam ezt a szót annyiszor, hogy retkes. akkor mocskosul kényelmes volt. Tehát kényelemre ez, ez egyszerűen, egyszerűen nem lehet mellé nyúlni a, a suzuki a v -stormjával. A többi mindegyik olyan volt, hogy... Uh -huh, Picit azért az ülésen kell igazgatni a, a, a lejtés, és, és egyébként beszéltem a, a de azt szerintem inkább a következő videóban mondom el, beszéltem a, az egyik szakival, az egyik eladóval, hogy mi a szarért rakják úgy föl az összes japán motorra az üléseket, hogy csúzdázni lehetne rajta, és elmagyarázta, hogy miért, de akkor azt majd a következő videóban elmondom nektek. Ezt, ezt, a videót meg itt lezárjuk. Köszönöm, hogy megnéztétek, és ő is köszöni, hogy velünk tartottatok a motovlogokban, és reméljük, hogy egy, hát, reméljük, hogy az új gazdája is ugyanannyira fog vigyázni rá, mint én, ahogy vigyáztam rá. Na, sziasztok!